kedvező konstrukciók. 37 milliárd forinttal több lakossági hitelt helyeztek ki a bankok 2016-ban, mint az előző évben, áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Nagyobb bevétel. Idén 11 hónap alatt 200 ezerrel több megyei matrica fogyott, mint tavaly összesen. December 8-ától már a jövő évi útdíj matricák is megvásárolhatók. Megelőző kezdeményezés. Saját klímastratégiát készít minden megye 2018 áprilisáig, hangzott el a megyei éghajlatváltozási platform alakuló ülésén Nyíregyházán. 37 milliárd forinttal több lakossági hitelt helyeztek ki a bankok 2016-ban, mint az előző évben, áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kölcsönszerződések között 48%-kal emelkedett a lakáscélú hitelek száma. Az állami kamattámogatás és a csok növelte a hitelezési kedvet. A pénzintézetek alacsony kamatozású adósságrendező hiteleket is kínáltak. 2016-ban csúcson járt a lakáseladások száma, 40%-kal több ingatlan cserélt gazdát ebben az évben, mint tavaly. A lakáspiac húzta felfelé a lakossági hitelezést is. A családi otthonteremtési támogatást igénybe vették a családok, a hiteligénylési kedvet a magasabb lakásárak sem fékezték. Az önerőhöz pedig hozzátettek a gyermekek után járó támogatásokból, ami egy használt lakásnál három gyerek esetén 2,7 millió forintot jelentett. Így az államilag kamattámogatott lakáshitelek piaca növekedett leginkább. A pénzintézetek hasonló feltételekkel kínálták hiteleiket. Annyira összeigazodtak a lakáshitel kamatok, hogy teljesen mindegy, hogy melyik bankhoz megyünk. Teljesen más szempontokból, tehát jövedelemterhelhetőség, vagy elfogadható jövedelmek miatt érdemes válogatni a bankok között. A lakossági hitelezésben az adósságrendező hitelek fogytak a legjobban 2016-ban. A már meglévő magas kamatozású személyi, bankkártya és áruhiteleket váltották át kedvezőbb kölcsönszerződésekre. Az ügyfelek így jelentős, akár havi szinten 40 ezer forintos megtakarításhoz is juthattak. Ezek a személyi hitelek már akár 10% alá tudták vinni a kamatot. Egyébként a bankok emeltek a személyi kölcsönök hitelkártyák plafon összegein. Van akár 5 milliós személyi hitel is, és 1 milliós bankkártya hitel. A szakértő szerint a következő évi béremelések kedvezhetnek, tovább növelhetik a hitelpiacot is. 2017-től nőnek a bérek, és ez lehetőséget nyújt azok számára, akik már idáig leterhelték magukat 100%-ban, hiszen tudjuk azt, hogy a Fairbank törvény a jövedelem 50%-át engedi terhelni. Na most mivel megnőnek a bérek, itt nyílik egy kiskapu, és azok, akik már vettek fel hitelt, tudnak még fölvenni, akik pedig eddig nem vettek fel hitelt, azok nagyobb mértékben, tehát nagyobb összegű hitelre lesznek jogosultak. 37 milliárd forinttal növekedett a háztartásoknak nyújtott hitelkihelyezés 2016-ban, áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Az új szerződéskötések között mintegy 48%-kal emelkedett a lakáscélú jelzálog hitelek száma. A banki előrejelzések alapján nem lesz megtorpanás jövőre sem, pedig a kamatfelárak tekintetében itthon az ügyfelekre nézve kedvezőtlenebbek a feltételek, mint a környező országokban. Idén 11 hónap alatt 200 ezerrel több megyei matricát értékesített a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT, mint a 2015-ös évben összesen, közölte a társaság szóvivője. A NUZ ZRT 187,5 milliárd forint bevételre számított ebben az évben, november végére azonban már a 213 milliárd forintot is elérték. December 8-ától már a 2017. évi matricák is megvásárolhatók. Országos lefedettségű hálózat ellenőrzi az autók matricáit az utakon. Az országos, minden fizetős úthálózaton, a megyei matrica pedig minden esetben a szomszédos megyében található első csomópontig használható. Ezek érvényessége lehet 10 nap, egy hónap vagy akár egész éves is. A matricák árai idén sem változtak. Egy személygépkocsira a megyei éves szinten 5000 forintba, országos szinten pedig 42.980 forintba kerül. Az új típus, azaz a megyei matrica bevezetésével például Szabolcs megye és a főváros között azonban mindössze 25 ezer forintért használhatjuk az úthálózatot, ha csak megyékre lebontva veszünk matricát az országos érvényességű helyett. Ebben az évben egy kényelmi szolgáltatást is bevezetett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT.
A jelenlegi matrica rendszer úgy lett fölépítve, hogy az éves matricák mindig a tárgyév január 1-ével lesznek hatályosak, és a következő év január 31-éig érvényesek. Ami újdonság, hogy az éves országos és a megyei matricákat már nem csak január 1-től lehet megváltani, hanem december 8-ától elővételben. Az érvényességi idő az csak 2017. január 1-ével kezdődik. Eddig több mint 1,5 millió megyei matricát értékesítettek országszerte a legutóbbi adatok szerint. Ez 200 000-rel több már most, mint a 2015-ös éves eladott darabszám. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az értékesített matricák száma a 19 000-et is meghaladja, így a 16 díjköteles úthálózattal bíró megyék között a 10. helyen végzett az eladott matricákat tekintve. A NUSZ ZRT számára a magyar költségvetés határozza meg a bevételi előirányzatot, ami a 2016-os évre 187,5 milliárd forint volt összesen. Ez tartalmazza mind az E-matrica, mind a mellett úttal arányos útdíjbevételeket. November végére 213 milliárd forint folyt be összességében a NUSZ kasszájába, és így összesen az állam kasszába is. A bevételeket pedig a magyar állam az utak, főutak, gyorsforgalmi utak karbantartására, fejlesztésére fordítja. A pótdíjak összege is hasonlóan alakul majd jövőre, mint 2016-ban. Egy személyi autó esetében 15 000 forint büntetésre számíthat az, aki matrica nélkül hajt fizetős útra, és a második ellenőrző ponton is áthalad. Ha ezt az összeget 30 napon belül nem fizeti ki, 60 000 forintra emelkedik a büntetés mértéke. A jogosulatlan úthasználók száma nemzetközi adatokhoz viszonyítva is igen alacsony hazánkban. Saját klímastratégiát készít minden megye 2018 áprilisáig, hangzott el a megyei éghajlatváltozási platform alakuló ülésén Nyíregyházán. Egy uniós pályázat keretében megvalósuló kezdeményezés célja, hogy helyi szinten is csökkenteni lehessen a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, valamint jó gyakorlatokkal és a fejlesztési lehetőségek megismertetésével környezettudatosabbá váljanak a helyi közösségek. Ez a Szamos-Krasznaközi árapasztó tározó, amelyet a rendkívüli árhullámok levezetésére építettek meg még tavaly évvégén. A klímaváltozás egyik jele, hogy az elmúlt évek nyári száraz és meleg időjárása miatt a megyében krónikus vízhiány alakult ki, ezért a tározót éles helyzetben még nem tudták kipróbálni a szakemberek. Az éghajlatváltozási platformot alkotó szervezetek célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével megalkotott klímaprogrammal csökkentsék a környezetet érő negatív hatásokat. Nyilvánvalóan csökkenteni kell azokat a károkat, amelyek a klímát, a föld klímáját érintik, ezeket a kibocsátásokat, a negatív hatásokat. Ugyanakkor viszont fel kell készülni arra is, hogy bármilyen emberi beavatkozás sajnos már nem képes megállítani azokat a negatív folyamatokat, amikre a következő évtizedben fel kell készülnünk. A projekt ezt szolgálja, valamennyi megyei önkormányzat célzottja ennek a uniós támogatásnak. Olyanfajta stratégiát kell kialakítanunk helyi közösségekkel, települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együttműködve, amely képes felkészíteni az embereket, a családokat, közösségeket ezekre a változásokra. Az éghajlatváltozási platform alakuló ülésén elhangzott, a megyei klímastratégia 2018 április végéig készül el, kidolgozásához számos állami hatóság és civil szervezet segítségét kérték. A platformban számos résztvevőt igyekeztünk bevonni. A platform munkája az elengedhetetlen a stratégiának a létrehozásához, ezért főként olyan résztvevők bevonását terveztük, akik a megyei klímastratégiához méltó módon tudnak hozzájárulni, tehát így a Nemzeti Agrárkamarának a képviselőjét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamara képviselőjét, a Nemzeti Pedagógus Karnak a megyei képviselőjét hívtuk meg többek között, de nagyon sokrétű a partneri szervezet. Igyekeztünk minél szélesebb körben bevonni helyieket is, civil szervezeteket, gazdasági társaságokat is. A megyei klímastratégia létrehozására 30 millió forint pályázati támogatás áll rendelkezésre. Ebből a módszertan kidolgozása mellett szakmai és szemléletformáló előadásokat, valamint workshopokat is rendeznek majd. A szervezők szerint az elkészített programot később oktatási célra is fel lehet majd használni. Baleset történt ma délelőtt a 403-as számú főúton Nyírtura külterületén. Egy személyautó nem adott elsőbséget egy kis haszonjárműnek, így ütköztek össze.
A kisasszony jármű árokba csapódott és a tetejére borult, vezetője azonban nem sérült meg. A személyautó sofőrét könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Mindkét jármű totál károsra tört. Két társával végzett kutató munkát a kemecsei Hajdú Zsanett Bolíviában, élményeiről regényt is írt. A kötetről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Döntetlennel zárta az évet a Nyíregyháza Spartacus. Weber György együttese az NB2 20. fordulójában 0-0-át játszott a Csákvár otthonában. A Spari a tabella 10. helyén várja a bajnokság tavaszi folytatását. Ezüstérmet szerzett Kovács Richárd a felnőtt ökölvívó országos bajnokságon. Az NVSC Big Boxing versenyzője a 60 kg-os súlycsoportban két győztes meccset követően a döntőben szenvedett vereséget az egri könnyű Richárdtól. Két társával végzett kutató munkát a kemecsei Hajdú Zsanett Bolíviában, élményeiről regényt is írt. A 10 évvel ezelőtti utazáskora mindössze 21 éves biológus hallgató indiánok között kutatott gyógynövényeket. A több hónapos kaland beszámolójából a tudományos munkán túl a dél-amerikai kultúrába is betekintést nyerhetnek az olvasók. Nyelvtudás és anyagi háttér nélkül, viszont konkrét céllal indult egy 2 éves dél-amerikai utazásra Hajdú Zsanett két társával. Az ott átélt élményeit foglalja össze első könyve, a Trópusok ajándékai, közölte a nyíregyházi bemutatón. A szerző elmondása szerint gyerekkora óta őserdei indiánok között szeretett volna gyógynövényeket kutatni, ez volt utazásának célja. 10 évvel ezelőtti emlékeiből készült most beszámoló. Azt döntöttem el, hogy a könyvnek minden sora legyen igaz, tehát meg kellett próbálnom minél jobban visszaemlékezni. És elő kellett bányásznom régi leveleket például, amit aztán vagy sikerült, vagy nem. Viszont azért volt néhány napló részlet is, amit fel tudtam használni, illetve meg kellett keresnem az utitársaimat, hogy ez hogy is volt, légy szíves, mondjatok egy-két mondatot róla. Tehát igazából nagyon sok új élményt hozott maga a könyvírás. Anyagi megfontolásból választották úticélnak Dél-Amerika legszegényebb országát, Bolíviát. A helyi egyetemeknek elküldték kutatási terveiket. Végül két intézmény segített nekik, egy az Andokból és egy másik a Trópusokról. Az olvasók a regényben megismerhetik a bolíviai kultúrát és a különböző indián törzseket is. Az utazás nagyban segítette Hajdú Zsanett biológus és gyógyszerész tanulmányait is. Amikor hazajöttem és folytattam a tanulmányaimat, akkor volt egy verseny a gyógyszerészkaron, ahol a hallgatók a kutatómunkáikat mutatták be, és azt megnyertem. Aztán országos versenyen 3. lettem. Aztán annyira jól megtanultam spanyolul, hogy diákokat tudtam tanítani, és így tudtam finanszírozni az egyetemista éveimet. Tehát nagyon-nagyon sok áldást hozott. És később volt még egy dél-amerikai utam, ez alapul szolgált hozzá, mert ehhez a második úthoz már tudtam pályázni. A szerző szerint inkább szép irodalmi a könyv, mint szakmai. Az összesen 300 oldalas beszámolóban mindössze 40 oldalon taglalja magát a gyógynövénykutatást. Ennek oka, hogy diploma munkáját és doktori disszertációját is az utazásból írta, ezért nem a tudomány lett a most megjelent könyv elsődleges témája. Hajdú Zsanett bízik benne, hogy története inspirálja majd az olvasókat álmaik megvalósítására. Commodore 64-es számítógép, Erika írógép és régi sornyomtató. Ezeket is láthatják az érdeklődők a Computer Retro, az Informatika Hőskora című kiállítása Nyíregyházán. A Szív Székházban a 80-as, 90-es évek számítógépeit gyűjtötték össze, amíg működő képes eszközöket akár ki is lehet próbálni a tárlaton. Az 1982-es Commodore 64-es a világ legnagyobb példányszámban eladott számítógépe. A számítástechnika és ügyviteli vállalat épülete hiteles helyszíne a tárlatnak, a 30 éves szerverterem régi eszközei is a kiállított gépek közé kerültek. Az itt látható 80-as, 90-es évek úgynevezett sztár számítógépeinek egy harmadát Magyarországon gyártották. A 70-es évektől vannak, főleg a nagy gépes rendszerekből számítógépek, ezeket nem lehetett a nagy közönségnek használni, még a szocializmus idejéből valók, ezeket igazából rejtegették még ez a gépet, nagyon kevesen féltek és láthattak ilyeneket, most itt mindenki megnézheti, kipróbálhatja ezeket. A számítógépek mellett régi telefonok, írógépek, nyomtató és memória modulok is kiegészítik a tárlatot.
A szervezők célközönsége főleg a fiatal korosztály. Az eszközök egy részét megjavították és üzembe is helyezték, hogy azokat bárki kipróbálhassa. Itt a gépteremben a maihoz képest lényegesen nagyobb eszközöket használtak. A tárlat segít megérteni a számítástechnika fejlődését. Nem árt tudni, hogy honnan indult a számítástechnika. Arról nem beszélve, hogy én úgy látom, hogy a mai informatikai tudás az egy felszínes tudás. Nem igazán látja, hogy mögötte hogy működik az az adott rendszer. Ráadásul nem is nagyon akarja, mintha nem akarná megismerni a mai fiatal, ő csak a felületet akarja látni, hogy hogy működik, mi a működés elve, az alapjai, azt már nem nagyon látja, nem nagyon akarja. Ez a múzeumi rész, hogy így mondjam, ez talán ezt egy kicsit közelebb viszi, látják azt, hogy milyen számítástechnikai részességek voltak régebben. A GigaNet, a Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közös tárlata a tervek szerint még legalább egy évig látogatható ingyenesen a SZÜV székházban. Döntetlennel zárta az évet a Nyíregyháza Spartakusz. Weber György együttese az NB2 20. fordulójában 0-0-át játszott a Csákvár otthonában. A Sparia tabella 10. helyén várja a bajnokság tavaszi folytatását. Győzelemmel szerette volna zárni az évet a Nyíregyháza Spartakusz, így Csákváron támadó szellemben lépett pályára Weber György együttese. Az első félidő derekától kiegyenlített lett a játék, de a kapuk nem forogtak veszélyben. A második játékrészben egyértelmű mezőnyfölénybe kerültek a vendégek, akiknek több lehetőségük is volt a gólszerzésre, de mivel azok kimaradtak, a Sparinak meg kellett elégednie egy ponttal. A csapat dominált a mérkőzésen, egy irreális körülmények közt játszottunk, tehát az inkább annak a csapatnak kedvezett, amelyik nem akart többet, mint a döntetlen. Próbáltuk játszani a saját játékunkat, de hát majdhogy nem lehetetlen volt. Ennek ellenére a második félidőben 300%-os lehetőségünk volt. Egyiket gólra kellett volna váltani, ez hiányzott ott az egyéni jó döntés. 2 centiken múlt mind a 3 helyzet, de kimaradt sajnos, úgyhogy innentől kezdve úgy gondolom csak magunkat okolhatjuk, mert benne lett volna a győzelem. De hangsúlyozom, az akarattal, a hozzáállással semmi baj nem volt, mindenki kihozta a maximumot ebből. Mondom, egy klasszis kellett volna, egy klasszis megoldás. Sajnos nem sikerült, úgyhogy egy ponttal zártunk. A Nyíregyháza Spartakusz 29 ponttal a tabella 10. helyén tölti a téli szünetet, 9 pont hátrányban a feljutó helyen álló második Soroksártól. A vezetőedző szerint nem várható jelentős változás a játékos keretben. Konkrétan eddig, ami papírral vetettem, 4 játékos neve szerepel, akit kérnék majd a vezetőktől, szerezzünk meg. Nem tudom, hogy sikerül-e, vagy van-e rá lehetőség. Szintén egy 4 távozó lehet számítani, tehát olyan borzasztó nagy mozgás nem, és ezen kívül mindig nyitva marad egy kis kapu, mert nagyon hosszú, attól függetlenül a téli szünet, mindig történhet olyan, érkezhet olyan ajánlat, vagy olyan játékos, akire szükségünk lehet. Fenekestől nem kell felforgatni a keretet, úgy gondolom, hogy azok a átigazolások, amit én szeretném, ha nyélbe ütetnének, akkor azzal megerősödve tudnánk a céljaink felé haladni. A nyíregyházi játékosok január 4-én kezdik el a felkészülést. A programban a hazai edzőmeccsek mellett 2 edzőtábor is szerepel, a csapat január elején 1 hétre, február elején pedig 10 napra utazik Törökországba. Ezüstérmet szerzett Kovács Richárd a felnőtt ökölvívó országos bajnokságon. Az NUSC Big Boxing versenyzője a 60 kg-os súlycsoportban 2 győztes meccset követően a döntőben szenvedett vereséget az egri könnyű Richárdtól. Az elmúlt hét második felében Budapesten rendezték meg az ökölvívók 93. felnőtt országos bajnokságát. A Gerevics Aladár sportcsarnokban 49 egyesület 104 bunyósa lépett szorítóba. A nyíregyházi színeket egy ökölvívó képviselte a fővárosban. Kovács Richárddal 60 kg-ban vettünk részt az OB-n. Titokban bíztunk abban, hogy esetleg meg tudja nyerni élete első felnőtt országos bajnokságát. Egész a döntőig úgy is nézett ki. A döntőben sajnos az ellenfél akarata érvényesült, úgyhogy ez még egy picit várat, 1 évet még magára. A 19 éves boxoló 2 győztes meccsel jutott el a fináléig, úgy, hogy az elődöntőben a 2-szeres olimpiai résztvevő, Európa-bajnoki bronzérmes, 7-szeres magyar bajnok Varga Miklóst győzte le egyhangú pontozással.
Először egy debreceni sráccal boxoltam. Most én nem szoktam senkit lebecsülni, és simán vertem, hál' Istennek. Második nap boxoltam egy Varga Mikivel, aki igazán képzett bunyós, és egy jó technikával sikerült nyernem. A vezetőedző szerint az eredmények alapján elégedettek lehetnek a 2016-os esztendővel. Elég jó évünk van, van felnőtt bajnokunk, két felnőtt ezüstérmünk van, ugye női férfi szakosztályban vannak érmeink, utánpótlás korúakban is, úgyhogy a profikkal is jól szerepeltünk, van profi Európa-bajnokunk, úgy gondolom, hogy ne legyen rosszabb, csak jobb. Nagy Lajos a hétvégén a WBO ifjúsági világbajnoki címéért szorítóba lépő Szabó Szabolcs edzőjeként Jekaterinburgba utazik egy profi gálára. A nyíregyházi versenyzők már pihenőjüket töltik, január elején kezdik majd el a felkészülést a következő szezonra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 37 milliárd forinttal több lakossági hitelt helyeztek ki a bankok 2016-ban, mint az előző évben, áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. A kölcsönszerződések között 48%-kal emelkedett a lakáscélú hitelek száma, az állami kamattámogatás és a CSOK növelte a hitelezési kedvet. A pénzintézetek alacsony kamatozású adósságrendező hiteleket is kínáltak. Idén 11 hónap alatt 200 ezerrel több megyei matricát értékesített a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT, mint a 2015-ös évben összesen. A NUSZ ZRT 187,5 milliárd forint bevételre számított ebben az évben, november végére azonban már a 213 milliárd forintot is elérték. December 8-ától már a 2017. évi matricák is megvásárolhatók. Saját klímastratégiát készít minden megye 2018 áprilisáig, hangzott el a megyei éghajlatváltozási platforma alakuló ülésén Nyíregyházán. Egy uniós pályázat keretében megvalósuló kezdeményezés célja, hogy helyi szinten is csökkenteni lehessen a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, valamint jó gyakorlatokkal és a fejlesztési lehetőségek megismertetésével környezettudatosabbá váljanak a helyi közösségek. A Kölcsei Televízió iradóját látták december 13-án kedden. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb havazással. A felettünk lévő anticiklon átmenetileg leépül, egy melegfront felhő és csapadékrendszere éri el térségünket. Az éjjel kevés fátyolfelhő várható, csapadék nem lesz. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 9 fok között alakul. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Hószálingózás, havazás, ónos eső egyaránt előfordulhat. A déli, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még sok lesz a felhő felettünk, keleten is megszűnik a havazás, illetve gyenge eső. Ezt követően az erős anticiklonnak köszönhetően igen száraz, de hideg levegő alakítja időjárásunkat. Alapvetően napos idő lesz, éjszaka csak néhol alakulhatnak ki zúzmarás kötfoltok, amelyek nappal megszűnnek. Nagy lesz a napi hőingás, éjszakánként mínusz 5 fok alá csökken a hőmérséklet, de a fagyzugos helyeken mínusz 10-mínusz 14 fok is lehet. Napközben kevéssel fagypont feletti hőmérséklet valószínű.